Jó estét kívánok! Ez itt már a Kiemelő, Beke Márk Harsonás Tehetség, a Virtuózok Tehetségkutató műsor fiatal kecskeméti győztese. Első önálló koncertje nem sokkal adásunk előtt kezdődött a Református Iskola dísztermében. Molnár H. Boglárka kolléganőnknek sikerült elcsípnie a művészt készülődés közben. Beszélgetésükkel kezdjük mai magazinunkat. Itt lesz stúdiónkban dr. Kelemen Edita, a Bács-Kiskun megyei kórház koraszülött részlegének vezető főorvosa, ugyanis szombaton közös piknikre várják a korán érkezett gyermekeket és családtagjaikat a koraszülöttek világnapja alkalmából. Végül megmutatjuk, mennyire tartják fontosnak Kecskeméten a kerékpárosok a láthatóságot. Kérem, tartsanak velünk! Beke Márk pár perce fejezte be első önálló koncertjét itt Kecskeméten, a Református Általános Iskolában. A fiatalt még sikerült elcsípni a fellépése előtt, és kifaggattuk külföldi utazásairól és terveiről. Beke Márk lett idén a Virtuózok virtuóza, és mióta megnyerte a Duna TV tehetségkutató versenyét a 18 éves kecskeméti fiatal, azóta többször is járt már külföldön. De itt is van velem a híres város harsonása, Beke Márk. Szervusz, először beszélgessünk az Iowa City-beli kalandjaidról, ugyanis júliusban jártál ott kint. Szia Bogi, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, júniusban jártam kint. Nagyon sok tapasztalatot szereztem, és nagyon sok tanárral, külföldi tanárral találkoztam, amit a hasznomra tudtam váltani, mert nagyon sok kapcsolatot építettünk ki, és ezáltal is jártam most így kint külföldön, hogy például voltam előfelvételizni, tartottam mesterkurzust, ez volt életem első mesterkurzusa, igazából nem is készültem föl rá, mert nem tudtam, hogy lesz, de nagyon nagy kaland volt. Ha jól tudom, ez egy nemzetközi fesztivál volt. Igen, ez egy nemzetközi fesztivál, minden évben megrendezik ezt a fesztivált a világ bármelyik városában, szóval ez nem kifejezetten amerikai. Ez egy vándorfesztivál, itt 3-4 napra összegyűlnek a harsonások, és ennek keretében zajlanak koncertek, kurzusok és verseny. És nemrég jöttél haza Brazíliából, ott októberben voltál, mi történt veled? Tulajdonképpen Brazíliában koncerteztem Szűcs Aporral, ő is a Virtuózoknak az egyik felfedezetje, ezt az utat a Virtuózok szervezte nekünk. A Virtuózok egyik nyereménye pedig az volt, hogy New Yorkba is elmehetsz. Tudjuk-e már azt, vagy tudod-e már azt, hogy mikor fogsz elindulni, és mire számít az, hogy mi fog ott veled történni? Még nem tudom, hogy mikor fogok menni New Yorkba. Arra fogok számítani, hogy nagyon jól meg lesz szervezve, már ez a brazíliai út is a Virtuózok által meg volt szervezve nagyon jól. És akkor most már külföldről térjünk haza, itt vagyunk Kecskeméten a Református Általános Iskola dísztermében, ahol ma este kerül sor az első önálló koncertedre. Na, mivel készültél a vendégeknek, és hogyan gondolod, hogyan fogod magadat érezni egyedül a színpadon? Most hétvégén lesz az országos mérészfúvós verseny, és ennek az anyagával készültem a kedves nézőknek. Természetesen a Virtuózok alatt játszott darabjaimat is egyet-kettőt elhoztam. Említenél párat név szerint? Louis Armstrong, What a Wonderful World, Weber, Románc, Düffé, Schumann stílusában. Milyen hosszú lesz ez a mai koncert? Körülbelül tapssal, beszélgetéssel együtt 55 perc, 50 perc. Tehát akkor sok tapsra számítasz ezek szerint? Hát inkább a darabok, amik elhúzódnak, de remélem, hogy nagyon tetszeni fog mindenkinek, és sokat fognak tapsolni. Nekem pedig van egy kérdésem, ami nem biztos, hogy fair, de én kíváncsi vagyok rá, hogy hol érzed magadat jobban a színpadon, külföldön vagy itthon? Külföldön még annyit nem szerepeltem, mint itthon, de azok a tapasztalataim, hogy külföldön jobban szeretik a modern zenét, és jobban nyitottak rá, de természetesen itthon sokkal többet játszottam, és sokkal jobb magyar közönségnek játszani, mert ők nagyon hálások. Nagyon fiatal vagy, te 18 éves előtted még az élet. Mik a közeljövőben a terveid? Külföldön szeretnék mindenféleképpen tovább tanulni. Nem biztos, hogy csak klasszikus zenei vonalon, hanem még a könnyű zenei vonalat is felvenném. Beke Márknak köszönöm szépen az interjút, és kéz- és lábtörést kívánok ma estére.
Abban pedig biztos vagyok, hogy sokak nevében elmondhatom, figyelni fogjuk Beke Márk pályafutását, és mindig hírt fogunk arról adni, hogy mikor és hol ejti ámulatba a zenerajongókat. Hétvégén rendezik meg a már hagyományá vált koraszülött pikniket a Koraszülöttek Világnapja alkalmából a Bács-Kiskun megyei kórház volt betegei számára. Többek között erről az eseményről beszélgetek vendégünkkel, dr. Kelemen Edittel, a megyei kórház koraszülött részlegének vezető főorvosával. Köszöntöm stúdiónkban. Jó estét kívánok, szia! Mi adta az ötletet annak idején, hogy Kecskeméten ilyen módon ünnepeljék meg a koraszülött kisbabákat? Ugye a koraszülött világnap az adott, mindenütt a világon ekkor ünneplik, és mi is szerettünk volna a volt betegeinkkel egy nagyobb társaságban találkozni, hogy egy kicsit elbeszélgessünk az elmúlt időszakról. A tavalyi volt a harmadik közös beszélgetős piknik, akkor a gyermekambulancia várójában rendeztétek meg ezt az összejövetelt, most pedig egy egészen más helyszínt kapott. Kinőttük a kórházat, több mint 100 beteg, illetve hozzátartozó látogatott meg bennünket tavaly, és azt éreztük, hogy a hely kicsi, illetve most igazán ünnepelni szeretnénk, ezért választottuk a Kosárlabda Akadémiát színhelyül, úgyhogy itt is szeretném megköszönni, hogy erre lehetőséget kaptunk, és itt egy nagyobb szabású programmal készülünk a betegeinknek. Mesélj erről, hogy mi lesz a program, hogyan zajlik majd ez az esemény? Ilyenkor mindenki töltekezik, mindenki a szívét, lelkét fogja megtölteni egy csomó boldog pillanattal. Ezen az eseményen szeretnénk megköszönni a támogatóinknak azt, aki az alapítványt támogatta pénzzel, ugyanis ebből mi nagyon-nagyon sok műszert tudtunk vásárolni, hogy a koraszülött ellátás még magasabb szinten történjen. Tehát megköszönjük a támogatóinknak, ők kapnak tőlünk egy apró ajándékot, lesz Szirókabász színház, lesz kézműves foglalkozás, arcfestés, ott lesz Csikai Ági a ringatóval, és egy nagy közös sírás, illetve ölelkezést tervezünk. De mesélj erről, hogy milyen érzés orvosként viszont látni ezeket a gyerekeket, akik tulajdonképpen gyakran teljesen egészségesen nőnek fel. Ilyenkor mi is azzal töltekezünk, hogy látjuk őket fölnőni. Mi azért nagyon jó helyzetben vagyunk, mert hozzánk visszajárnak a betegeink. Nálunk az a szokás, hogy születésnapra mindenki hozza a tortáját, és már van, aki nagyon régóta hozza. Viszont így egyszerre látni őket, az nagyon jó. És akik egyszerre fekszenek benn nálunk szülők, ők egy ilyen baráti társaságot alkotnak, és ők nekik is ez egy külön találkozás, külön öröm. Miként lehet támogatni ezt az alapítványt, mondjuk el, hiszen itt az alapítvány lesz a főszereplő a gyermekeken és a családokon kívül. Idén nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgált, ugye közhasznúvá vált az alapítvány, tehát az 1%-okból közel 3 millió forintot kaptunk, ami nagyon-nagyon-nagyon jó. Az alapítványon látszik az alapítvány honlapján a számlaszámunk, oda, ha utalnak, azt nagyon-nagyon megköszönjük. De ha már csak az 1%-nál gondolnak ránk, az is nagyon nagy segítség. A kórház több adományt is kapott az elmúlt időszakban, és igen nagy értékű adományokról van szó. Mesélnél nekünk arról, hogy mivel gazdagodtatok, milyen eszközökkel, műszerekkel? Tehát azt, amit az alapítvány tudott vásárolni, az 3 nagyon nagy teljesítményű lélegeztetőgép. Ugye a neonatológia, a koraszülött ellátás az egyik legdinamikusabban fejlődő orvostudományi ág, ezen kívül csak a kardiológia az, ami ennyire fejlődik. Mindig vannak jobb és újabb eszközök, és mi annyira lelkesek vagyunk, hogy mi a babáinknak mindig a legjobbat szeretnénk, és ezek viszont nagyon drágák. De ebből most nekünk van 3, nyilván nem elég, de ez is sokkal több, mint amivel a többi kórház rendelkezik. Visszatérve erre a találkozóra, erre a piknikre, mennyire van igénye ezeknek a családoknak, vagy mennyire jelent ez nekik megterhelést esetleg újra szembesülni ezekkel az élményekkel, vagy pont hogy jót tesz? Nyilván a kérdés magában hordozza ennek a kettősségét. Azt gondolom, hogy aki hozzánk belép, ugye ide a születés jogán kerül be valaki hozzánk, és senki nem ezt szerette volna, nálunk a csapóajtón belül megszűnik. Ez egy harmadik dimenzió, negyedik dimenzió, itt minden megváltozik, itt mindenki átértékel mindent. Tehát itt az, hogy mi a fontos, az teljesen más értelmet kap.
És igenis erről beszélni kell, hogy megszületik egy kisujjú koraszülött, megszületik egy beteg baba, az a családnak, a környezetének egy iszonyatos teher, egy sok. Ebből nagyon-nagyon nehéz úgy fölállni, hogy semmilyen szövődmény ne legyen belőle. Tehát én nagyon-nagyon büszke vagyok arra a csapatra, amivel dolgozhatom. Itt mindenkinek megvan a maga szerepe, a nővéreknek, a segítőknek, a gyógytornásznak, a mentálhigiénikusunknak. Ez mindenki minden nap a lehető legtöbbet teszi ebbe, és azt gondoljuk, hogy ezt egyre jobban csináljuk. A szülőktől és a betegektől tanulunk mi is minden nap. És azt gondolom, hogy ezt a szakmát csak a legnagyobb alázattal lehet csinálni. És említetted az előbb, hogy a szülők között barátságok is szövődnek, illetve hát egészen közel kerülnek ilyen helyzetbe az emberek egymáshoz. De mi az ideális távolság számotokra, hogy ezt a munkát hosszú távon is végezhessétek? Mi azt gondoljuk, hogy nekünk az mindenképpen jó, hogy látjuk ezeket a gyerekeket fölnőni. Látjuk, hogy szövődménymentesen jó tanulóként bizonyítványokat hoznak, hogy kitűnő tanuló vagyok, gyönyörűen rajzolnak, és ez ad erőt nekünk a szürke hétköznapokba, mindannyiunknak, aki a csapat része. És én tényleg nagyon büszke vagyok, hogy mind az orvos kollégák, mind a nővérek a nap 24 órájában 100% fölött teljesítenek. Térjünk még vissza az adományokra. Most mire lenne szüksége a babáknak? Lélegeztetőgépre mindenképpen, illetve a segítőeszközökre. Nagyon régóta szeretnék egy olyan készüléket, amit igazából arra tudnánk használni, hogy a gyerekek, ugye ezek a koraszülöttek nem tudnak beszélni, nem tudják elmondani, hogy amit mi úgy gondolunk, hogy nem fáj, hogy ezt mennyire lehetne ezt a fájdalmat, ezeket a beavatkozásokat még komfortosabbá tenni, és létezik most 4,5 millió forintba kerül egy ilyen monitor, ami, ez egy orvosi eszköz, ami mutatja számunkra azt, hogy a beavatkozásunk mennyire komfortos, és ez egy nagyon nagy segítség lenne a lélegeztetett babáknál. Volt már nálunk kipróbáláson, és tudtunk úgy vért venni, hogy ez a méréstartomány piros szívet mutatott, az azt jelentett, hogy a babának nem okoztunk fájdalmat. A Karitáció Alapítványtól is kaptatok adományt, a Bohóc doktorok vizitjekor, erről hétfőn számoltunk be. Ezek szerint a Bohóc doktorok itt most már visszatérő vendégek lesznek? Hát reméljük, mert ők is egy színfoltot hoznak a napi munkába, amire ugyanúgy szüksége van a gyerekeknek és a szülőknek is egyaránt, hogy próbáljuk ezt a feszültséget, ezt a szorongást oldani, ami mindenképpen kell a gyógyuláshoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és további sok sikert és erőt kívánok. És mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk erre a rendezvényre. Annyit még szeretnék elmondani, hogy az, aki valamilyen oknál fogva nem tud eljönni, az alapítványnak a Facebook oldalán élő Facebook közvetítést fogunk tolmácsolni, és mindenkit, a hozzátartozókat, nagyszülőket nagyon nagy szeretettel várjuk erre a rendezvényre. Az alapítvány oldala pedig? Az pedig a híres koraszülöttekért, így, ha ezt beütik, megtalálják a Facebook oldalunkat. Köszönjük szépen! Én köszönöm! Nem csak a téli időszámítás, hanem a számos útfelújítás is közrejátszik abban, hogy egyre több baleset történik az utakon. A Kecskeméti Televízió azonban most összeszedte mindazokat a szabályokat, amelyek betartásával csökkenthetjük az ütközések számát. Ezek a képek november 7-én készültek, amikor egy 14 éves kerékpározó fiút ütöttek el Kecskeméten a Mezei utcán. A gyermek 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A baleset szürkületkor történt. A rossz látási viszonyok mellett a fiú kerékpárja nem volt megfelelően megvilágítva, és ő maga sem viselt láthatósági mellényt, miközben a forgalmas úton közlekedett. Ugyanakkor a rendőrségtől kapott információk szerint a gépjármű lámpái sem voltak felkapcsolva. De nem ez volt az egyetlen ilyen baleset a környéken. Megkerestük az ügyben Farkas Attila baleset megelőzési előadót, akitől megkérdeztük, miért növekedett meg az ütközések száma. A leggyakoribb ok a kivilágítatlanság, tehát a szürkületi éjszakai órákban történik, és hiába a sok figyelmeztetés, és gyakorlatilag nem tudom, hogy mennyire tudják ezt a város lakói, van most ez a látni-látszani akció, amin belül a kollégáink mellényeket osztogatnak úgy a
az autóbuszokon éjszaka leszálló utasoknak, mint a kerékpárosoknak közúton. Ma is lesz egy ilyen akció egyébként, de valahogy, mintha még mindig nem használnák ezeket az eszközöket. Akinek van is, az is inkább a szatyorban tartja. Ez óriási hiba. Ilyenkor az autósok sokkal rosszabbul látnak ki a járműből, ők csak az általuk, a járművük által megvilágított fénykörben látnak, és a kerékpáros, ha ebből oldalról bemozdul, akkor gyakorlatilag csak az utolsó pillanatban már későn észleli a járművezető, és nem tudja megállítani a járművet. Azért viszont, hogy ne legyen ennyi baleset, mi is sokat tudunk tenni. A világítás lenne, ami a legnagyobb segítség, ez kötelező tartozik a kerékpárnak, ezt már szürkületkor is használni kell. Ez nem véletlen, kerékpárosoknál gyakran hiba az, hogy ők még jól látnak, az emberi szem jól alkalmazkodik, de a járműből kifelé tekintve teljesen mást látni. Tehát már viszonylag enyhébb szürkületnél, amikor a kerékpáros úgy érzi, hogy ő még jól lát, a járművezetője már nem fog, tehát a gépkocsi vezetők már nem látnak olyan jól kifelé. Tehát nagyon fontos, hogy a világítás legyen, és ebben már nagyon engedékenyek lesz. Lehet villogó, lehet folyamatos. A lényeg, hogy hátrafelé piros, elől fehér legyen. Az se baj, hogyha a kerékpároson van, tehát nem kell feltétlenül a kerékpárra felszerelni. Tehát itt a villogó sisakok, a különböző testre, lábra, kézre szerelhető villogó fejlámpák, minden elfogadott, csak világítson valami. Nyilván fényvisszaverők is kellenek, hiszen a világításnak az eleme kimerülhet, vagy elromolhat a dinamo, akinek még áramfejlesztős a világítása. Tehát nagyon fontos, hogy előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverők, illetve az első keréken legalább két darab küllőprizma azonos átmérőn legyen. Nyilván minél több a fényvisszaverő, annál jobb, nem kerül semmibe, egyszer kell föltenni a kerékpárra, és elég hosszú ideig hasznos. Lakott területen kívül korlátozott látási viszonyok között viszont kötelező a mellény viselése is. Ezt nagyon jól, nagyon sokan elfelejtik, vagy nem tudják, vagy egyszerűen csak nem érdekli őket, ami elég veszélyes. Az a biciklis pedig, aki nem tartja be az említett világítási szabályokat, 5-től 50 ezer forintig terjedő pénzbüntetést is kaphat. Farkas Attila azt is kiemelte, hogy a sofőrök azzal tudnak segíteni, ha betartják a sebességkorlátozásokat. A fényszorok a meghatározott sebességhez vannak beállítva, a tompított különösen, valamint, hogyha egyszerűen csak fölkészülnek arra, hogy kivilágítatlan, esetleg inbolygó kerékpárossal találkoznak, különösen külterületi utakon számítani kell arra, hogy a mellékutakról, a földútról bekanyarodik egy kerékpáros eléjük. Ez is elég gyakori hiba, hogy egy mellékútról bejön a kerékpáros, és az autós nem számít arra, hogy onnan egy jármű közlekedik, és itt van szerepe például a küllőprizmának, mert ha az oldalról érkező kerékpárost a küllőprizma fogja csak fölismerhetővé tenni, semmi más. Stábunk a bicikliseknél is kérdezősködött, hogy szerintük mi okozza a baleseteket, valamint hogy mit lehet tenni az ütközések ellen. Az autósok nagyon nem empatikusak a kerékpárosokkal, tehát egyáltalán nem tartják be a közlekedési szabályokat. Például a kisközből az ember kihajt, egyszerűen nem állnak meg. Tehát a kerékpárosnak állandóan lassítani kell, nehogy elüsse. Tehát nem vagyunk biztonságban egyen, még a kerékpár úton se sajnos. Úgyhogy én nekem ez a véleményem, tehát a reggeli rohanás, a futás, szaladás, tehát az ember szeretne kerékpározni, mozogni, hogy minél kevesebb autó legyen a közutakon, és szerintem nagyon sokan kerékpárra ülnének, vagy gyalogolnának, de félnek. Dávid Éva szerint azonban nem csak a sofőrök a hibásak, a bicikliseknek is tenniük kell a balesetek elkerülése érdekében. Mindenféleképpen előhátul kivilágítva és láthatósági mellé, én annélkül nem is közlekedem, amikor ugye bejön az ősz, nekem mindig itt van a táskámba, tehát én föl se ülök, föl se mernék ráülni, mert megmondom őszintén, félek. Tehát ez számomra, tehát nekem, mint kerékpárosnak kell odafigyelni, mert jogosan mondhatja nekem egy autós, hogy bocsi, de nem láttalak, és tehát nekünk is ugyanúgy, tehát oda-vissza működik, kerékpáros részről is, autós részről is. A bicikliseknek is tenniük kell a balesetek elkerülése érdekében. Varga Alexandra szerint azért történik annyi baleset, mert az emberek mindig rohannak, türelmetlenek és figyelmetlenek. De szerinte is van megoldás. A biciklisek azért fényvisszaverős mellény, lámpa használata, az autósok pedig azért kicsit jobban körültekintően, főleg a zebráknál, de bárhol is. Tehát én is volt, hogy autóval este találkoztam olyan biciklis, aki épp, hogy én is az utolsó pillanatban észrevettem, mert nem volt semmivel se kivilágítva.
A tél is nem sokára beköszönt, és az utak sokkal csúszósabbak lesznek. A sofőröknek érdemes téli gumit felszerelni járművükre, mert így pár méterrel hamarabb tudnak megállni majd egy nagyobb fékezéskor, mint a nyári gumival. A rendőrség továbbá fokozottan kéri a közlekedőket, hogy a rövidülő nappalok miatt is használják a láthatóságot biztosító és fényszóró berendezéseket a balesetek megelőzése érdekében. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket, majd nyugdíjas magazinunkat, a Siestát láthatják. Üdvözlöm! Ön a Siesta legújabb adását látja itt a Kecskeméti Televízióban. Az aktív pillanatok, az aktív napok és az aktív hetek nem maradhatnak ki senki életéből, így a nyugdíjasok életéből sem. Hogy hogyan vállalhatunk munkát mindamellett, hogy azért a megfelelő mennyiségű pihenés is megmarad az életünkbe, ezt mutatjuk majd be mai első anyagunkba. Ezt követően pedig ellátogatunk 4 nyugdíjas klubhoz is, és megnézzük, hogy az ő életükben mik a legfontosabb pillanatok. Tartson velem, megmutatjuk ezúttal, hogyha szeretne dolgozni és hatékonyan szeretne munkát keresni nyugdíjas korára, akkor hogyan tegye azt? A Kecskemét az egyetlen város Magyarországon, ahol átfogó módon gondolkodnak, és ezt az idősödő társadalomra való felkészülési programot elindították. Sárközi Erika, a Cédrusnet Kecskemét vezetője, úttörő vállalkozásnak nevezte mint a programjukat, amely az önkormányzat támogatásával valósulhat meg. Ennek a programnak az egyik legfontosabb eleme a Senior Tudásbank, amely arra hivatott, hogy megalapozza az idősödő szakemberek foglalkoztatási piacát. Erről tartottak sajtótájékoztatót a Cédrusnet irodájában. Engert Jakapné képviselő, az Esélyteremtési Bizottság elnöke hangsúlyozta, milyen fontos a város számára a szenior munkaerő tartalék. 2017-es felmérésükből kiderült, hogy a város lakosságának 36%-a 50 év feletti, 2030-ra pedig már minden második kecskeméti lakos 50-en túli lesz. Ugyanakkor óriási a munkaerőhiány, ezért a városnak kiemelt feladata ennek a tartalék erőforrásnak a kiaknázása. Ezt a célt szolgálja a Senior Tudásbank, amely az 50-es korosztályt is megszólítja. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosan fel tudjunk készülni, tudatosan fel tudjanak készülni arra, hogy amikor elmennek nyugdíjba, befejezik az életpályájuknak azt a szakaszát, amit hosszú évek, évtizedek során végeztek, hogy azután hogyan tovább. Sokan vannak, akik nem csak pihenésre vágynak nyugdíjba vonulásuk után. Szerencsére ma már számtalan lehetőség áll nyitva előttük arra, hogy értékteremtő munkával töltsék nyugdíjas éveiket. Ez nem csak önbecsülésüknek tesz jót, de testi-lelki egészségükre is jótékony hatással van. A Senior Tudásbank az 50 év feletti szakemberek tudását sokoldalú élettapasztalatait gyűjti össze és kamatoztatja, így egyfajta hídként szolgál az idősödő korosztály és a munkaadók között. Tudjuk, hogy munkaerőhiány van. Gondolhatunk az idősödők tudására, munkatapasztalatára, úgy mint egy tartalék humán erőforrásra. De azt kell tudnunk ehhez, hogy hogyan, ez a lényeg, hogyan tudjuk használni ezt a tartalék erőforrást. A nyugdíjasok nagy része ugyanis nem akar és nem is tud főállásban 8 órás munkát vállalni. Ez pedig nem csak szemléletváltást, hanem a munkahelyek átalakítását is igényli a cégektől. Olyan feladatokat kell kialakítaniuk, amelyeket részidőben tudnak ellátni a nyugdíjasok, úgy, hogy közben segítsék a főállású szakemberek produktivitását, hatékonyságát. Lakó Tóth Edit, a Senior Tudásbank projektvezetője, az adatfelvétel első tapasztalatairól számolt be a sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy egy átfogó kérdőívet dolgoztak ki az 50 év felettiek adatainak összegyűjtésére. Kérdezőbiztosokat készítettek fel erre a feladatra, de meg kellett teremteniük az adatbank informatikai hátterét is.
A kérdőív egy nagyon átfogó feltérképezése azoknak az 50 év feletti kecskeméti lakosoknak, akik megtisztelnek bennünket azzal, hogy a tudásukat, tapasztalatukat a Senior Tudásbankba helyezik el. Rákérdeztünk a munkavállalói oldal feltérképezésre, eddigi tapasztalataikra, tulajdonságaikra. Az 50 év felettiek nagyon szívesen töltötték ki a kérdőíveket, sokan most döbbentek rá, milyen sok mindennel foglalkoztak eddigi életük során. Az adatok begyűjtése mellett azonban legalább ilyen fontos a munkáltatói oldal feltérképezése érzékenyítése. A megyei iparkamarával együttműködve eddig 118 céget kerestek meg, amelyeknek 56%-a foglalkoztat nyugdíjas munkavállalót. A sajtótájékoztatón részt vett Kis Katalin, aki az elsők között gazdagította a Senior Tudásbankot. 2 hónapja vonult nyugdíjba a közigazgatási szférából. Én mindenképpen tartalmasan szeretném eltölteni az elkövetkezendő éveket, amennyiben az egészségem engedi, remélhetőleg ez így lesz. Én szeretnék dolgozni ebben a programban, szeretném azt a tudást, azt a nagyon sok tapasztalatot felhasználni, amit a közel 44 éves munkatapasztalatom alapján megszereztem. A Senior Tudásbankba már 100-as nagyságrendben jelentkeztek 50-en túliak, akiket mind személyesen is megismernek a CEDRUSNET munkatársai. Így ezentúl nem csak a cégek, de a lakosság számára is nyitva áll a Tudásbank, ahová továbbra is várják a jelentkezőket személyesen, illetve a CEDRUSNET közösségi oldalán is. A munka megvolt, azt gondolom, hogy jöhet a kikapcsolódás. Hogy hogyan lehet igazán jól a közösségben eltöltött perceket szerezni, a következő anyagunkba ezt mutatjuk meg most önnek. Bemutatkozó napot tartottak ismét az idős gondozó szolgálat Kápolna utcai telephelyén Kecskeméten. A klubhelyiség megtelt nyugdíjasokkal, akik élvezettel hallgatták társaik, verses, énekes vagy éppen táncos előadásait. A cél nem csak egymás szórakoztatása volt. Akik itt részt vesznek a mai programokon, valamelyik klubunknak a tagjai, és ők mutatják be, hogy mivel szoktak itt a mindennapokban foglalkozni, illetve a városból az érdeklődők, akik szeretnének betekinteni a klub életbe, ők jelentek meg itt kíváncsiságból, illetve megismerkedni az intézménnyel. Itt, ha jól tudom, nem is csak egy klubról beszélünk, egy igen nagy tömegről, akik ide összejárnak, jól érzik magukat. Hányan vannak, milyen klubok, és tényleg mit szoktak itt csinálni? Több száz a teljes létszámunk, 4 klub van. Meghatározott a klub sajátossága. Van, amelyik klub szeret inkább kirándulni, van, amelyik dalolni, nótázni, versenyekre járni. Van, aki a bulikat szereti, úgymond, tehát, hogy nap minél több zenés program legyen. Igazából a saját programjukat mindig úgy alakítják, illetve úgy megszavazzák, hogy mit szeretnének végezni a mindennapokban, illetve az idős gondozó szolgálat biztosítja a plusz szolgáltatásokat, az egészségügyi méréseket, a mentális problémákban, ügyintézésekben, szociális segítségnyújtást is biztosítunk, tehát igazából igény szerint alakulnak a programok. Persze vannak állandó programok, amik minden egyes klubunkban rendszeresen megtartunk, illetve vannak olyan nagy közös programok, amiben minden klubból néhány csapat, vagy egy-két csapat delegálódik, és egy ilyen hatalmas nagy rendezvény, a városi rendezvény alakul ki belőle. Ugye ez a mai egy nyílt nap, gondolom, hogy szokott több ilyen is lenni. Milyen eredménnyel zárulnak ezek, és milyen gyakran kell egy ilyen nyílt napot megszervezni? Általában egy évben 2-szer tartunk nyílt napot. Igazából elég szép számmal van a mi nappali intézményünkben klubtag, úgyhogy hatalmas nagy létszám nem szaporodik, de mindig van azért egy-két érdeklődő. Valamint hát vannak olyanok, akik nem ismerik még mindig az intézményünket, és akár nem csak a nappali ellátásról, de a többi szolgáltatásunkról is így ismeretanyagot kapnak. Van a klubok között átjárás? Van olyan, hogy valaki mondjuk átjelentkezik, vagy átjárkál másik rendezvényre? Igen, előfordul, bár nem jellemző. Általában, ha már meg kialakult csapat van, akkor ott megmaradnak az idősek. Persze van, előfordul, hogy elköltöznek, vagy egyik barátnő átcsábítja a másik barátnőt a klubba. Illetve az is előfordul, hogy beiratkoznak a klubba, és kiderül, hogy inkább ő egy kirándulós klubba szeretne, vagy inkább nótázni szeretne, és akkor másik klubba mennek. De igazából az jellemző, hogy megmarad valamelyik klubban mindenképpen.
mai sziesztánkba ennyi fért bele. A vidámságnak és a szórakozásnak, meg az aktív pillanatoknak azonban mindig van helye, így azt gondolom, jövő héten is lesz miről beszámolnunk, sőt, egy kicsit majd bohóckodunk is, de nem szeretnék mindent elárulni. Tartson velünk jövő héten is szerdán, ugyanitt a sziesztában. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Felújítják a Kocsispál középiskola előtti járdát az Irinyi utcán. A jövőben nem áll meg a víz az érintett szakaszon. Tűz ütött ki egy tangazdaságban Kiskunfélegyháza külterületén. A kár több millió forint. Több láda könyvet kaptak a nyugdíjasok Nemcsik Mátyás képviselőtől és a Fidelitas aktivistáitól. Az árokba hajtott, majd kigyulladt egy autó Tiszakécske és Jászkara Jenő között. A balesetben egy nő súlyosan megsérült. Munkahelyi képzésekről szóló pályázatokat mutattak be ma a vállalkozóknak az iparkamarában. Kiállították a 15. Csiperó Fesztiválon szerzett élményekből született gyermekrajzokat az Új Nemzedék közösségi térben. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Holnap is tartsanak velünk, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!